Cukorbeteg kutya étrendjéről szeretném kérdezni a doktor urat, mit javasol. A cukorbetegség kiegészítő kezeléséhez valóban diéta szükséges. A diétás étrend az rendkívül összetett dolog. A diétás étrendnek az egyik része, tehát most a cukorbeteg diétáról beszélünk, az egyik része ennek a diétának az részben a rostoknak a mennyiségével kapcsolatos. Ezekben a tápokban a rost tartalom magasabb, ez az egyik része a dolognak. A másik pedig, hogy olyan típusú szénhidrátok vannak benne, amelyek fokozatosan és lassan szívódnak föl. Tehát nem azok a szénhidrátok teszik ki az ilyen tápokat, ami egyébként előfordul más tápokban, hogy már a vékonybélnek az előső egyharmadában ezeket a szénhidrátokat föl tudja szívni az állat, és ezzel egy ilyen szőlőcukor nyomást hoznak létre, egy ilyen hirtelen megemelkedett szőlőcukor pikket hoznak létre a vérben, hanem egy szép fokozatos fölszívódással, fokozatos szénhidrát fölszívódás útján a szőlőcukornak a mennyisége is fokozatosan emelkedik csak az etetés után, nem hirtelen. Ezzel ez kifejezetten előnyös a cukorbeteg kutyáknak az etetésekor. Más dolog az, hogy nem lehet mindent erre a speciális diétára hagyni. Tehát a cukorbeteg kutyának valódi gyógyszeres ellátásra van szüksége, valószínűleg inzulin ellátásra is szüksége van. Ezeket az inzulin injekciókat, ezeket általában a tulajdonos adja be egy tanítás után és egy beállított érték után. Ennek a gyógyszeres kezelésnek a kiegészítéseképpen ma már nagyon professzionális tápokat lehet kapni, amelyek különböző gyártóknál is szerepelnek a diétás tápsorban, amelyek állatorvosi vényre, speciális állatorvosi pet shopokban, patikákban kaphatók, ezeket etetve kiegyensúlyozottá tudjuk tenni a kutyusnak a szénhidrát fölszívódását, ami segít a kezelésben, kifejezetten segít a kezelésben.